Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. Most van egy kis időm, úgy gondoltam, megnézzük, mit mondanak a kártyák. El szeretném mondani a közleményeket, aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Aki szeretne rontás átoklevételt, úgy érzi valaki ellenség rosszat akar, neki megátkozták, és az élete rosszul alakul, azt le kell venni. Aki szeretne egy imát, aki szeretne fehér varázslatot, mert ellaposodott a kapcsolata, valami kis jó dolgot bele akar vinni, valami varázslatot, annak is itt vagyok. Aki szeretne gyógyítást, oldást, mert önmaga által el van akadva, lehet előző életekből cipelt terheket, vagy egyszerűen más családtagoknak az életét képviseli, ezért ezeket meg kell szüntetni, vissza kell nekik adni, nagyon fontos az oldás és a gyógyítás. Aki szeretne karkötőket, azok tudnak rendelni, nagyon szépek, és nem is az, hogy szépek, nagyon hatásosak, bármilyen betegségre, bármilyen problémára, akadályokra, ezeket, hogyha hordod, akkor igenis nagyon segítenek, kis gyönyörű szép ásvány, ami karkötők. Bármi depresszió, vérnyomás, hogyha el vagy akadva, hogyha nem vagy boldog, hogyha nem látod a kiutat az életedből, ezeket a karkötőket lehet rendelni. Otthon nagyon sok van, előre kell utalni az összeget, és a családtagjaim másnap postázzák. Vannak kulcstartók, amiket mutattam, visszanézhetitek a videókat. Nagyon sok kulcstartó és talizmán van, amit hogyha magaddal viszel, akkor aznap már nem ér baleset, hisz ez a kulcstartó és ez a talizmán megvéd a rossz emberektől, a szerencsétlenségtől és a fekete mágiától. Aki szeretne velünk Ciprusra jönni október 7-től 15-ig velem és Mónikával, már vagyunk egy páram, az még tud csatlakozni, csak annyi, hogy meg kell vegyétek a jegyeket, Wizzair repülővel mennénk Budapestről október 7-én, és 15-én jönnénk vissza Észak-Ciprusra, ami egy 5 csillagos szállodát takar, reggeli vacsora, svédasztalos, tengerpart, törökfürdő. És ami a lényeg, hogy Mónikával egész héten gyógyítunk titeket, családfelállítás, Reiki gyógyítás, jóslás tőlem, és oldásgyógyítás Mónikától, reggeli esti meditáció, sok beszélgetés, sok öröm, sok nevetés, segítsünk egymásnak, hisz hogyha nem segítünk egymásnak, akkor ki segít nekünk, tehát lesz kirándulások a hegyekbe, és természetesen vásárlás, hisz a török részen van mit vásárolni. Úgyhogy aki szeretne, az írjon sziget31@gmail.com-ra. Aki szeretne Reiki gyógyítást, annak is itt vagyok. 3-5 perces videóba el tudom küldeni bármilyen betegségre, mentálisan is, fizikailag is, azonnali hatállyal. Leveszi a blokkokat, elindítja a szerelmet, a Reiki gyógyítás a világon a legjobb. És aki majd szeretne tanfolyamra jönni, vagy Magyarországon szeptemberben, vagy itt, azok írjatok, már 5 főnél is kezdhetjük, de igazán már 3-nál is, úgyhogy aki szeretne Reiki 1, Reiki 2-t, az írjon sziget31@gmail.com. Most pedig nézzük a lapokat, 3 kártyacsomagot hoztam nektek, amelyikkel rezonáltok, azt választátok. Az első, hogy meglepetés, a második a szerelem, és a harmadik a boldogság, úgyhogy amelyikkel rezonáltok, azt választátok, hagyok nektek egy kis időt. Szeretettel köszöntelek egyes csoport, remélem jól vagytok. Nézzük, hogy mit mondanak ma a lapok. Először húzok, aztán mondom, nem sok időm van igazából, de kezdjük. 8-as botok, 5-ös kardok, szeretők, 6-os botok, 9-es kelyhek, kardok, botok, kelyhek királynője, halál, ház, 10-es kelyhek, kardok, ásza,
kettes botok, érmék ásza, főpapnő, kettes érmék, és a kettes kelyhek. Azt érzem, hogy párotok nagyon sokat találkozik ezzel a férfival, lehet, hogy együtt dolgoztok, vagy ha nem, akkor sokat találkoztok. Úgy érzem, hogy nem meritek kimondani azt, hogy mit is akartok a másiktól, hogy többet akartok a másiktól. Úgy érzem, nagyon sok szégyenlősség van, a főpapnő jelzi, hogy nagyon tiszta lelketek van, ugyanakkor szégyenlősek vagytok, lehet, hogy ő is, és egy párotok régóta van ezzel a férfival, úgy érzem, hogy elég kényelmes ez a kapcsolat, ugyanakkor néha feszültséget érzek köztetek, és szégyenlősséget. Úgy gondolod, hogy te akarod felhívni, te akarsz közeledni hozzá, és lehet, hogy meg akarod hívni baráti összejövetelre ezt a férfit, vagy a barátok által jobban úgy érzem, hogy meg szeretnéd ismerni, és akarod látni igazából az igazságot, hogy mi is ez a kapcsolat, hogy is van ez a kapcsolat, szeret-e téged, vagy mit is akar, fel akarod fedni, és az elkövetkező 7 napban úgy érzem, hogy problémamentes lesz ez a kapcsolat, és lehet valamit ünnepelni fogtok, hisz itt van a 9-es kelyhek, ahol boldogság, ünneplés, lehet valamire igen mond ez a férfi, 2-es kelyhek, szerelem, egymás megtalálása, kimondjátok lehet azt, hogy igen, együtt akartok lenni hosszú távra, úgyhogy valami öröm, boldogság lesz a héten, tehát ez a jóslás egy hétre szól, így úgy érzem, hogy elengedsz az életedbe olyan valami dolgokat, ami nagyon terhelt téged, amit régóta cipeltél, ami lehet, hogy már nem jó az életedbe, azt most kidobod, és így sokkal szabadabban érzed magadat, nagy változás fog jönni az életedbe, a halálkártya jelzi, ami nem kell oda, az most eltűnik, sokkal szabadabb leszel, mint voltál, úgy érzed, hogy lekerült a terhek a válladról, úgy érzem, jobban kinyitod az emberek felé a szívedet, jobban optimistább leszel, és az emberek jobban tudnak közeledni hozzád. Úgy érzem, hogy ez a férfi lehet el akar felejteni a múltjából valakit, hisz itt van az 5-ös kardok, úgy érzem, feszültség van, úgy érzem, hogy valakit el akar engedni, akit lezárt, vagy aki nem volt jó az életében, és ezért van néha a feszültség, és ezért néha nem mondja ki azt, hogy mit is akar valójában. De akarsz neki segíteni, hogy a rossz dolgok eltűnjenek az életéből, és el akarod tüntetni ezt a rossz emléket az életéből, ami volt, hogyha volt egy másik férfi, vagy egy másik nő. Akarod, hogy jól érezze magát a bőrében, és akarod, hogy jól érezze magát is. 10-es kelyheket szeretnél, házat, kocsit, gyereket, hogyha nincsen gyereketek, minden szeretné, de úgy érzem, hogy ő is valamiért úgy gondolja, hogy elég jó anya lennél, a főpap jelzi, hogy érzékeny ember vagy, hogy igazából, hogyha eltüntetné ezt a komorságot, ezt a problémát az életéből, akkor tudna téged szeretni a 2-es kelyhekben, a 9-es kelyhekben, és szeretne neked jó hírt adni, hogy igen, a válasz igen, és szeretné működtetni ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy most majd jobban tudtok romantikusan beszélni ezen a héten, kimondani a dolgokat. Lehet, egy páran együtt énekeltek ezzel a férfivel, vagy csak jól beszélgettek. A múlt miatt ez a férfi úgy érzem, lehet még nem áll rá készen, hogy 100%-ban részt vegyen ebben a kapcsolatban, de úgy érzem, hogy lassú víz partot most. Ha dolgozol rajta, akkor eléritek azt, hogy jobb legyen a kapcsolat. Nagyon fontos, hogy nagyon sokat beszélgessetek, meghallgassad a héten, és te is beszélhetsz hozzá sokat, úgy érzem, fogsz is beszélni hozzá, és így jobban meg tudjátok érteni egymást. A 2-es érmék jelzi, hogy még el van akadva, hogy még viszi a fájdalmakat, a terheket, de ugyanakkor vannak érzései feléd, biztosan be fogja engedni a szerelmet,
7 napon belül úgy érzem, jobb lesz a kapcsolat. Elmondjátok egymásnak későbbiekben, hogy mit is akartok a másiktól, és nyitottabb lesz ez a kapcsolat. Fizikálisan, mentálisan és spirituálisan is úgy érzitek, hogy összetartoztok, hogy legalábbis úgy érzitek majd. Úgy érzem, ez a férfi amúgy nagyon elfoglalt a munkájával, lehet, hogy te is el vagy foglalva, és ezért van a feszültség az ötös kardok és a nyolcas kardok. Ez a férfi el akar menni egy olyan helyre, ahol nincs ez a víz, ahol probléma van, szeretne egy olyan helyre evezni, ahol boldogság van, megértés van, és minden egyéb. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit többet dolgoztok, nincs időtök a másikra, vagy neki sem, és ezért van a feszültség. De úgy érzem, hogy sok előző életetekben már ismertétek egymást, ezért olyan, mintha 1000 éve ismerned ezt a férfit. Mint mondtam, lehet gyereket szeretne ez a férfi, hogyha pedig van neki gyereke, akkor pedig egy felső fokra akarja tenni majd a kapcsolatot később. Már 7 nap múlva fogod látni a változást. Úgy érzem, hogy ez a férfi nagyon stabil, törődik avval, hogy mindene meglegyen, és ezért keményen dolgozik, és nem egy olyan ember, aki mámom ma ezt mondja, holnap pedig azt. Úgy érzem, hogy te is álmodozol róla, hogy együtt legyetek, hogy egy párt alkossatok, hogy hosszú távon együtt legyetek. Úgy érzem, hogy valamit, amit eddig csináltál, amit nem tölt már el örömmel, fel fogod adni, lehet valami üzletet, vagy családtagoddal, vagy szerelmet, valami dolgot fel akarsz adni, ami már nem ide tartozik, vagy pedig munkát. Úgyhogy úgy érzem, gyerekek, hogy ez a kapcsolat sorsfordulatot hoz az életedbe. Egymásnak a tükrei vagytok, ugyanazt érzitek, és úgy érzem, hogy eldöntöd azt, hogy értékes vagy, és még értékesebb akarsz lenni az életben, úgyhogy most pedig egy kölnit fognak neked adni, nem fizikailag, hanem szerelmet fogsz kapni ezen a héten. Még nézzünk pár lapot. Kezdj el meglátni azt, amit szeretsz, kezdj el meditálni, és teljesen nyitottan kívánja az univerzumtól, amit akarsz, és segíteni fognak neked fentről a fenti hatalom. Keresd meg az egyensúlyodat, hogyha azt a valamit nem akarod az életedben, mindegy az, hogy munka, szerelem, családtag, akkor távolítsd el, mert akkor utána fogsz kivirágozni, és meglátod az élet csodáit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nem sokára jövök új videóval, sziasztok! Szeretettel köszöntelek második csoport, te voltatok a szerelem, ti választottátok. Nektek is fogok húzni kártyákat, addig ide teszem, egy picit sietnem kell, mert a férjem megy dolgozni. Nektek is húzok előbb. Királynő kardok, 4-es kelyhek, király kelyhek, 3-as kelyhek, 9-es érmék, 7-es kelyhek, álmodozás, 10-es kardok, 2-es érmék, szerelem, szerencsétlenség, gondolkodás, bosszúság. 10-es érmék, 8-as kardok, és a 4-es kardok, és a világ. Nektek is meg fogom nézni. Úgy érzem, egy párotoknak nagyon sok öröm van ebbe a kapcsolatba, és lehet, hogy ez a kapcsolat új. Úgy érzem, hogy sokat váltatok SMS, sokat text üzenetek jönnek ettől a férfitől, úgy érzem, imádtok beszélgetni, és egymásnak sok örömet okoztok ebből a SMS-ekkel és a beszélgetésekkel. Úgy érzem, ez a kapcsolat nem annyira komoly, mint az első kártyánál, inkább olyan játékos, olyan vicces és olyan örömteli, hisz itt van a 10-es érmék,
a 9-es érmék, az álmodozás, a 3-as kelyhek, a világ, tehát nagyon-nagyon jó kártyák, van benne egy-kettő, ami igen kicsit más jelent. Úgy érzem, hogy ez a kapcsolat inkább olyan játékos, olyan vicces, olyan örömteli, és nagyon jól tudtok beszélgetni mindenről, mindenkiről. Egy páran úgy érzem, hogy utaztok ehhez a férfihoz, hogy találkozzatok, vagy ő utazik hozzátok. Úgy érzem, hogy amúgy nagyon elfoglaltok vagytok, valamit csináltok, ami elveszi az időtöket, és félelmeid vannak, hogy ez a férfival lesz elég időd, lesz elég boldogságod, és szeretett téged. Úgy érzem, hogy valamivel el vagytok foglalva, így nem annyira tudtok lehet találkozni, vagy egymásra több időt szánni, ugyanakkor nagyon sok SMS-t látok. Úgy érzem, hogy mind a ketten nagyon kreatívak vagytok, nagyon okosak, valamint külön-külön együtt dolgoztok, valami lehet üzleteltek, bármin, vagy valamit írtok, csináltok, és ezzel törődtök. Úgy érzem, hogy ezért van néha nézet eltérés, mert, mint mondtam, másra fókuszáltok, és mind a ketten nagyon erős karakterek vagytok, és ezért van néha eltérés, 4-es kardok jelzi, hogy néha szívfájdalom van a kapcsolatban, néha bosszúság van, néha nem látjátok a kiutat ebből a kapcsolatból. Ugyanakkor úgy érzem, hogy élvezi ezt a kapcsolatot, lehet veszekedni fogtok, vagy már volt veszekedés, mégis jó dolog fog kijönni ebből a kapcsolatból. Lehet úgy érzitek, hogy valaki hátba szúr titeket, vagy ő is ezt érzi, aztán mégis valami jó dolog sül ki, méghozzá az fog kisülni, hogy törődjél magaddal, hogy rájöjjél, hogy igen, szerelem fontos, de fontosabb, hogy magaddal törődjél, hogy magaddal magad dolgaiddal dolgozzál magadon, hogy tisztán akarjál látni mindent, hogy mi is lesz az életedbe, hogy gyógyíts magadat, hogy felállj, hogy stabil legyél, hogy törődjél az egészségeddel, ezekre fogsz rájönni. Úgy érzem, hogy semmiképp ez a férfi nem akar téged elhagyni, hisz gondol rád, gondol a szerelemre, ugyanakkor lehet, hogy néha bosszúságot okoz, lehet ő sem áll rá készen egy komoly kapcsolatra, de semmiképp nem akar téged elhagyni. Úgy érzem, hogy megtesz bármit azért, hogy a szerelem, hogy ez a kapcsolat működjön, nem akarja feladni a kapcsolatot. Ha konfliktus van köztetek, akkor ez a héten elkezd gyógyulni, szerelem fog jönni helyébe. A 3-as kardokból már a 4-es kardok van, ami azt jelenti, hogy a szívfájdalom el fog mullani, és jobban fogjátok érezni magatokat. Lehet, hogy több időt fogtok a héten eltölteni, és így megértitek, hogy mi van benne, miért volt ez a veszekedés, vagy miért volt ez a nézeteltérés. Lehet, nem tudta a dolgaidat, hogy mit csinálsz, mivel törődsz, vagy mi az elképzelésed valamiről, ezért volt a veszekedés, de most valamiért meg tudjátok beszélni. A szerencsétlenség, a rossz dolog el fog tűnni az életedből, lekerül a szemedről ez a fátyol és az övéről is, meg fogja érteni azokat a dolgokat rólad, amit eddig nem értett, és tisztábban fog látni. Lehet, együtt fogtok utazni, vagy ha nem utaztok, akkor csak meg fogjátok élni a szerelmet, beszéltek a világ dolgairól, lehet sétáltok, eztek valamit, együtt működtök ebben a hétben, ezen a héten, de egy páran, mint mondtam, fogtok utazni. Lehet csak kocsikáztok, lehet csak sétáltok, lehet csak beszélgettek egy romantikus vacsoránál, de ezért még jobban össze fogtok kapcsolódni, és jobb lesz a kapcsolat. Egy párotok, akik utazni szeretne, lehet, hogy feszültség van, lehet, nem tudod összehozni az időt és a dátumot, vagy valamiért ez az utazás úgy érzem, hogy el van akadva, de végén csak meg fogod találni a módját, és te is, mint az első csoport, akarod tudni, hogy mit jelentesz ennek a férfinek, hogy akar-e téged, hogy változik a kapcsolat. Úgy érzem, hogy fél attól ez a férfi, hogy elveszíthet téged, álmodozik rólad, néha nem látja azt, hogy igenis boldogok lehettek, néha a múltra gondol, a szomorúságra, a fájdalomra, innen, onnan összeszedett dolgokról, de ugyanakkor
arról álmodozik, hogy együtt legyetek hosszú távon, még ha nem is olyan komoly a kapcsolat. Lehet, hogy azt kérdezed, hogy mit akar ő egyáltalán velem, lehet ő is azt kérdezi, lehet ezen veszekedtek, lehet nem értitek meg egymást pontosan, nem tudjátok, hogy a másik mit akar, de egy biztos, hogy ezen a héten ki fogja nyitni jobban a szívét előtted, és jobban fog veled törődni. Úgy érzem, hogy az óra nálatok is ketyeg, fél attól, hogy kimentek az időből, hogyha nem beszélitek meg a dolgokat. Úgy érzem, vannak nála elakadások, innen-onnan hozott dolgok, de ugyanakkor lehet, hogy fog neked írni, üzenni szerelmes üzeneteket, és lehet, hogy a múltban már ismerted, és most jön vissza, volt egy harmadik személy, amit megbánt, és lehet ezért van a feszültség köztetek, úgy érzi, hogy te vagy az ikertársa, vagy a lelkitársa. Ennyi lett volna, köszönöm szépen, nem sokára jövök új videóval, sziasztok! Szeretettel köszöntelek harmadik csoport, ti választottátok a happy kártyát, hogyha megtalálnám. Nézzétek meg, nem tudok, hová tettem. Itt van. Nektek is húzok kártyákat, és meg fogjuk nézni, hogy mit is jelentenek ezek, úgyhogy kezdeném is. Ászok, kardok, kelyhek, aprót kelyhek, hármas érmék, ötös kelyhek, világ, ördög, nyolcas botok, szerencsétlenség, tízes érmék, érmék ásza, halál, és a kettes kelyhe, elég jó kis kártyák. Úgy érzem, hogy a héten te inkább magaddal törölsz, és jobban meg akarod érteni, úgy érzem, valamit gyakorolsz, valamint dolgozol, lehet munkán, lehet bármit, amit szeretsz hobbiként csinálni, és azt gyakorlod, ajándék, féltékenység és az utazás. Ennyit húztam. Tehát lehet egyedül akarsz lenni, valamiért úgy érzem, lehet, hogy egy kicsit feszült vagy, lehet, hogy betelt a pohár, lehet, nem akarsz most a barátokkal lenni, lehet, hogy nem akarod a családtagodat jelenleg, lehet, el akarsz utazni, és itt valamiért te szomorkodsz egy kicsit, holott ha hátra néznéd, láthatnád azt, hogy van remény az életedben, hogy jobb legyen, mindegy az, hogy munkaszerelem, vagy bármi. Úgy érzem, hogy kell neked ez az egyedül lét a héten, kell azért ez az egyedül lét, hogy feltöltődjél, és hogy valamit meg akarsz magaddal beszélni. Lehet valamit kívülről hallottál valakiről, akiről régóta nem hallottál, és most lehet, hogy ez a hír sokként ért téged, lehet írt valaki, lehet üzent valaki, és lehet a szerelmed, és most sokként ért téged, nem gondoltad volna, hogy fog jelentkezni, vagy valami történetet hallottál innen-onnan, mint mondtam, lehet, hogy valaki visszatér a múltból, és ezért el akarsz vonulni, hogy magaddal törődjél, és gondolkodjál, hogy hogyan is fogsz alkalmazkodni ezekhez a dolgokhoz. Lehet a múltból valaki vissza fog térni, és el fogja mondani, hogy mindig is szeretett téged, vagy pedig ha nem, akkor jön valaki az életedbe, aki szeretni fog téged. Úgy érzem, ha bármiért azt érezted, hogy szerencsétlenség van az életedben, most el fog tűnni, nagyon fontos, hogy töltse magaddal időt, meditáljál, és higgyél, és imádkozzál az univerzumhoz, amit szeretnél, hogy meglegyen. Lehet valaki féltékeny rád, barátok vagy családtag, és nem veszed észre, de most valamiért mégis elzárod magadat ezektől a valakiktől.
lehet gondolkodni akarsz, hogy mit is tegyél, hogyan menjenek a dolgok az életedben, minden területen, mentálisan, fizikailag, munkában. Lehet terveket akarsz szőni, hogy hogyan is legyen az életed, és hogyan is álljál fel, hogyan legyél stabil. Úgy érzem, hogy ez az üzenet, amit kaptál, vagy kapni fogsz, megváltoztatja az életedet, és jobban oda fogsz figyelni magadra. Úgy érzem, hogy kicsit mostanában ez életed lehet kemény, nem jól mennek a dolgok, hisz itt van a szerencsétlenség, tehát valamiért egy kicsit el vagy akadva, és ezért még keményebben fogsz gondolkodni, és komolyabban fogsz gondolkodni, mint eddig, mert előre akarod vinni az életedet, nem pedig hátra. Lehet valaki bocsánatot akar kérni tőled, hogy adjon neked egy második esélyt, te pedig nem tudod, hogy megbocsássál neki, vagy nem, és azt kérdezed magadtól, hogy bocsássak-e meg neki, vagy nem. Én azt mondom, hogy ha pici dolgot tett ez a valaki, akkor bocsássál meg neki, ha pedig nagy dolgot, akkor bizony kell bizonyítson, hogy tényleg meg-e változott. Úgy érzem, hogy pénzileg is változás fog történni az életedben, nagy változás fog történni. Lehet, hogy egy páratoknak új munkahelye van, vagyis lesz, lehet egy páratok már nem akarja a régi munkahelyet és felmond, de egy páratok lehet, hogy üzletelni akar magánvállalkozásban. Szeretnéd megvalósítani az álmaidat, de egy biztos, hogy valamit akarsz. Lehet egy páratok utazik, lehet, hogy el akar költözni a világnak a másik végére, mert a munkája odaszólítja, vagy csak feltöltődni akar, vagy teljesen más életet akar. Az is lehet, hogy ott van a szerelme, azért utazik, vagy pedig ott vannak a barátok, akikkel együtt akarsz lenni, de valamiért utazol, de lehet csak elutazol, hogy magadba legyél egy picit, például egy hónapot, egy hetet, de az is lehet egy páratok, hogy végleg elköltözik messze. Máshol akarsz tölteni egy pici időt, álmodozol dolgokról, és rá fogsz jönni, hogy jobban akarod az életedet teljesíteni, jobban akarsz odafigyelni, és te is akarod majd tudni, hogy ez a férfi mit akar, hogy volt, mi volt, miért volt, és lehet, hogyha megbocsájtasz neki, akarod tudni, hogy mit, miért tett. Úgy érzem, hogy pénzt akarsz spórolni valamire, amit régóta szerettél volna, lehet, hogy pont egy utazás, és az elkövetkező hétben, hogyha magaddal törölt, sokkal több energiád van, és azok az emberek, az ördög jelzi, akik féltékenyek, azokat kizárod. Most lehet, hogy nem tudom, hogy mondják. Mindegy, amikor körbenézel, hogy ki is nem jó, ki nem jó az életedbe, és ezeket kirakod az életedből, nem akarsz már több fekete mágiát, több szerencsétlenséget, több problémát ilyen emberekkel, akik nem jók hozzád, szeretnél boldog lenni, szeretnél szerelmet, hogyha ez a férfit vártad, tőle jött SMS, akkor lehet, hogy ajándékként éled meg, és boldog vagy, viszont mégis tudnod kell, hogy miért írta, mit írt, és hogy miért most jött vissza. Úgy érzem, hogy jobb, ha átadod a gondolataidat az Istennek, vagy amit szeretnél, kérd a Jóisten, kérd az univerzumot, amit te nem tudsz megoldani, azt add át, és fognak fentről téged segíteni, és mielőtt válaszolsz valakinek, ha munka, ha szerelem, előtte gondolkodjál el, hogy mit is akarsz neki mondani, nehogy sürgősen, nehogy elkapkodva ad neki meg az üzenete, tehát, hogy ne gyorsan válaszolj bármilyen munkára, bármilyen utazásra, bármilyen szerelemre, hanem előtte gondolkodj el, hogy mit is akarsz, új dolgokat akarsz megismerni, új embereket akarsz megismerni, és magyarul jobban akarsz fókuszálni magadra, sokkal pozitívabb akarsz lenni, és az életedet teljesen egy új irányba akarod helyezni. Lehet, hogy jó pár helyre el akarsz utazni, hogy új embereket, új dolgokat ismerjél meg. Lehet, hogy külön vagytok a szerelmettől, és valami rossz történt köztetek. Lehet, hogy nem szántatok sok időt erre a kapcsolatra, és ezért ment káoszba ez a kapcsolat, és lehet, hogy ezt a kapcsolatot akarod feladni, de
azért még gondolkozol, hogy mi is legyen. Lehet, hogy vége a kapcsolatnak, de még interneten tudtok azért beszélni egy-két dologról, és lehet, hogy fájdalmas dolgok vannak ebben a kapcsolatban, amit elrejtetek egymás elől. Lehet ez a férfinek is valami fájdalmai vannak, lehet nem veled, lehet a múltból, de amikor veled beszél, fölveszi a Joker arcot, és azt mondja, köszönöm, jól vagyok, holott te tudod, hogy nincs jól, mert valaki lehet hátba szúrta a múltban, hisz itt van a szerencsétlenség kártya, és a féltékenység. Lehet segíteni akarsz ennek a férfinek, hogy ő is elfelejtse a múltat, de hogy nem könnyű neki segíteni. Úgy érzem, ez a férfi, akiről beszélünk, azt kívánja, hogy a múltban bárcsak másképp viselkedett volna veled, és bármit, amit tett ellened, azt megbánta. Lehet, most meg tudjátok beszélni ebben a 7 napban, lehet, hogy fizikálisan, mentálisan tudtok most találkozni, és lehet, hogy azért utaztok a másikhoz. Mindenkinek, ahogy rezonál ez az olvasás, úgy gondoljátok. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nem sokára jövök új videóval. Sziasztok!